Szeretettel köszöntünk a Matthias Corvinus Kollégium karrierközpontjának podcast csatornáján, ahol értékes és érdekes beszélgetések hangzanak el. Társalgások az aktuális intézményi életről a múltat felidézve és a jövőbe tekintve. Hasznos információk, érdekfeszítő témák, beszámolók mindazoknak, akik az MCC kötelékében tanulnak vagy tanultak, és azoknak is, akik most fontolgatják, hogy csatlakoznak Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményéhez. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Lank Máté vagyok, a Karrier és Szakmai Fejlesztési Központ munkatársa. Immár a második alkalommal lesz témánk a 2022-23-ban új lendületet kapott Alumni Mentor Program, ahol a résztvevő diákok egy-egy tapasztalt, közép- vagy felsővezetőként dolgozó MCC alumnus vagy alumna közvetítésével ismerhetik meg közelebbről azt a szakmai területet, illetve annak az intézménynek a működését, amely tanulmányaikba, érdeklődési körükbe illik. Örömünkre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat a stúdióba Palóci Nagy Szilvia, az Alumni Mentor Program mentora, aki a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett nemzetközi kapcsolatok elemző szakon. Felsorolni is nehéz lenne, milyen tapasztalatokat szerzett a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, erről talán majd ő fog részletesebben beszélni. Jelenleg Londonban él, és a Magyar Nagykövetség kötelékébe tartozik. És szintén sok szeretettel köszöntöm Sitkei Zoltánt, az Alumni Mentor Program mentorátját, aki a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója. Az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának diákja, érdeklődési területe pedig a nyelvtanulás, és ebből is talán a legkülönlegesebbnek mondható az arab nyelv, illetve az arab kultúrai kiegészítve. Szervusztok! Köszönjük a meghívást! Jó, itt lehetünk. No, hát én mondtam pár bevezető gondolatot, de hogyha ti is mesélnétek kicsit magatokról, hogy hol tartotok most így a karrier, illetve a tanulmányok területén, fordulok először még Szilvi Heszte, de hogy vagy most? Köszönöm jól. Én jelenleg egy elég érdekes helyzetben vagyok karrier szempontjából, mert ahogy elhangzott a felvezetőben is, a londoni nagykövetség kötelékében vagyok. Ez azt jelenti, hogy lassan 3 éve volt, hogy kimentem sajtódiplomataként dolgozni a nagykövetségen, de az elmúlt 2 évet jelenleg otthon töltöttem szülési szabadságon, és ez úgy néz ki, hogy folytatódik is, mert augusztusra várjuk a következő gyermekünket, de továbbra is a nagykövetség kötelék olyan szempontból igaz, hogy a férjem első beosztottként kint dolgozik, tehát így a hivatásunk az még Londonhoz köt minket, de előtte a Külgazdasági és Külügyminisztériumban töltöttem el közel 10 évet, és igazából ott számos területen tudtam kipróbálni magamat, a energiapolitikától kezdve, bordiplomácián át, a nyugat-balkáni kérdésekig és biztonságpolitikai kérdésekig. Köszönöm. Zolta, te hogy vagy most? Mit csinálsz éppen? Igazából én most fogok végezni az egyetemen, ez az utolsó fél évem, hát hogyha minden jól megy, úgyhogy én most lázasan benne vagyok a fizsikai időszakban, meg az ilyen szakdolgozati írásban. És hát ugye én meg pont, hogy igazából azért is vagyok részes ennek a programnak, mert kicsit így szerettem volna tervezni valamennyire a karrieremet, és engem érdekel a külügyminisztérium, érdekel a diplomácia, szívesen foglalkoznék ezzel ugye az egyetem befejezése után, úgyhogy igazából nekem ezért nagyon jó volt ez, hogy volt mellettem Szilvi, aki tudott erről nekem sokat mesélni, vagy segíteni ebben. Engem csak tényleg így az érdeklődés képpen, mit akar a bordiplomácia? Tehát, hogy én nekem, mint laikusnak, aki nem vagyok egy külügyes területen gyakorlatias ember, ez mit akar? Ez egy nagyon érdekes feladat volt. A minisztériumnak minden évben van egy borválogatása,
Azt hiszem, hogy ez még most is aktívan zajlik, de hogy minden évben a nagykövetségeket ellátják különböző magyar borokkal, és ezek a borok kerülnek felszolgálásra a kinti fogadások, ebédek, vacsorák alkalmával. Ezzel is ez egyfajta egy kulturális diplomáciai, soft diplomacy irányú a minisztériumnak, hogy megismertessük a világgal a kiváló magyar borokat, és a 2015-ös évben volt egy olyan elképzelés, hogy ez egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapjon, és akkor egy külön versenyeztetési folyamat indult el a magyar borászok között, hogy ez a külügyi borválogatás hogyan lett kiválasztva, és utána ez a nagykövetségre való eljuttatása, és ennek az egésznek, ennek a projektnek a menedzselése volt ott az én feladatom, ami nagyon izgalmas volt, mert ez részben belföldön is nagyobb hangsúlyt kapott, illetve külföldön a külképviseleteken is nagyobb hangsúlyt kaptak az ilyen különböző olyan rendezvények, ahol kultúrdiplomáciával egybekötve a magyar borokon keresztül lehetett megismertetni az országot. Valóban izgalmas, és itt a külügy mellett ugye a nagy közös pont itt a mentor programon belül is az MCC, ugye ez a fajta forrása vonal, hogy szinte is érkezel. Milyen voltak az itt töltött éveid? Hogy emlékszel vissza? Én mindig nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. Én a MCC-s karrieremet úgymond még a középiskolás programba kezdtem, és utána a nemzetközi kapcsolatok szakirányt végeztem el, és utána a vezetőképzőt, és nekem az egyetem mellett nagyon sokat adott, részben azért, mert az egyetemi, hát nevezhetjük tömegképzésnek, amellett itt egy olyan kis csoportos, mélyebb szakmai elmélyülésre volt lehetőség, amit egyrészt szakmailag nagyon élveztem, illetve szerintem az MCC-nek a legnagyobb előnye az a közösségépítés volt akkor, és én úgy látom, hogy most is, és olyan tényleg barátságok vannak azóta is, illetve a szakmai életben is számos esetben fordult elő, hogy a munkámat könnyítette meg az, hogy megvolt ez a kapcsolatrendszer, és számos MCC-s diákkal találkoztam, hogy egyszerűbb volt egyszerűen a szakmai életben is néha eligazodni, vagy elintézni dolgokat, és ez a kapcsolati háló, ez így az alumni-n keresztül egyre mindig nő, és érdekes nézni, hogy olyan fejlődik, és szerintem ez volt a legnagyobb előnye számomra. Zolt, téged hogy talált meg az MCC? Mi az, ami téged motivált arra, hogy itt legyél, és milyen most MCC-snek lenni? Ez is egy fontos életérzés. Hát egyébként nekem is például az közös pont ugyanúgy a Szilvivel, hogy még én is a középiskola alatt lettem MCC, és én is KP-sként kezdtem. Akkor így ismerőseimen keresztül, akik ugyanúgy KP-sok voltak, ők meséltek róla, hogy tök jó, és jelentkezzek. És akkor jelentkeztem, és utána is junior lettem, meg ugye most a nemzetközi kapcsolatok iskolában, ugye akkor szakirány, mint ahogy a Szilvi is. Úgyhogy én is viszonylag régóta vagyok az MCC-ben. És hát nem akarom állandóan ismételni a Szilvi, de az a helyzet, hogy én is, hogyha bárki kérdezi, hogy miért legyen MCC-s, vagy esetleg én próbálom valami barátaimat meggyőzni, hogy miért éri meg, én is mindig azt hangsúlyozom ki, hogy a közösség az, amit egyszerűen nem nagyon talál meg az ember mondjuk egy egyetemen, mert nekem is nagyon szeretem az egyetemi barátaimat, meg minden, de valahogy ez az MCC-s közegben annyira jól alakult ez ki, hogy lehet szakmailag előre haladni, meg tényleg jó lehetőségeket kapni, de mellette nagyon jól érezni magad, és olyan emberekkel körülvenni magad, akikkel meg tényleg együtt tudjátok fejleszteni egymást. Úgyhogy most, ahogy ugye hát az NK iskolás pályafutásom is végéhez ért, és most már csak a posztgrad képzésbe tudok jelentkezni, így hát kezdtem rosszul érezni magam, hogy azért az önszítés időm is lassan véget ér, úgyhogy még mindenképpen majd próbálok minden létező programban végig itt maradni, így, ameddig csak tudok. Igen, és akkor, hogyha már egymás fejlesztése, akkor térjünk rá itt a mentor programban való szerepetekre, vagy egyáltalán arra, hogy miért vállaltátok mondjuk akár a mentor, vagy a menti szerepet, és mi volt az, ami motivált titeket, hogy ide így jelentkezzetek? Szilvi, mint mint mentor, akkor vezess fel ezt a gondolat. Igazából engem az motivált, hogy még a mi időnkben
nem volt ez a program, illetve nekem nem volt mentorom. De aztán később elindult, tehát én már többszörösen voltam mentor, még ennek a mentorprogramnak a korábbi változatai, vagy ilyen kezdő változataiban. Viszont én nagyon élveztem, hogy amikor bekerültem az MCC-be már a középiskolás program után, akkor az a fajta, hát a közösség, amit elmélegettünk, de hogy ott a felsőbb évfolyamon lévőkkel való, tényleg akár csak a konyhában, a vacsora közben való beszélgetések, és az ő tapasztalataikat, ahogy megosztották, nekem már az is nagyon sokat segített abban, hogy hogyan helyezkedjek, milyen irányba menjek, és már akkor azt éreztem, hogy igazából ez, hogyha valaki megosztja a tapasztalatát, hogy ő a saját kis karrierútjában hogyan halad, milyen lehetőségeket próbál, milyen irányokban próbálkozik, ez nekem is sokat segített abban, hogy én hogyan haladjak előre. És akkor, mikor volt ez a lehetőség, hogy mentorodni, akkor azt éreztem, hogy hát, ha valakinek pont az én külügyes életutam lesz az, ami tud segíteni, és az, hogy tényleg több területet kipróbáltam, és hát, ha ez valakinek tud segíteni, és egy kicsit akkor így visszatudok én is adni ebbe az egészbe, amit kaptam az MCC-től, és engem ez motivált. Ez hogyan sikerült? És hát így is történt, ez valakinek hasznos volt, ez pedig személy szerint én vagyok. Én érdekes módon, amikor meghirdették ezt a programot, én megnéztem a mentorokat, hogy kihez lehet jelentkezni, és kicsit olyan sajnálattal tapasztaltam, hogy nem volt senki, aki a külügyből jött volna, mert ugye elmondtam, engem az érdekel, oda szeretnék menni. És én akkor megkérdeztem, hogy nem nincs esetleg valaki a külügyből, aki lehetne, aki így ráérne engem mentorálni, és akkor így lettünk összekötve Szilvivel, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ezt megkérdeztem, mert tényleg ez hasznos volt. Úgyhogy kicsit ilyen, hát nem mondanám, hogy véletlenszerűen, de nem a hagyományos úton lettünk mi összekötve, és ez nem tök jó volt. Nevezzük sorsszerűnek, tehát hogy az érdeklődési körgött össze. És akkor tőled kérdezem, hogy te hogyan emlékszel az első találkozás? Ugye van egy furcsaság azért a ti kapcsolatoknak, ez akár ez a fizikai távolság. Milyen volt az első élmény, az első benyomása a másikról? Fú, hát ugye én akkor még Franciaországban voltam ki, nem CC-s ösztöndíjjal, és ugye Szilvi meg Londonban. Ugye érdekes módon akkor fizikailag közelebb voltunk, mint amikor Budapestről telefonáltunk, úgyhogy az ilyen érdekes volt. Én arra emlékszem, hogy egy picit úgy nem tudtam, hogy mire számítsak, nem volt még ilyen mentor kapcsolatom előtte, és nem tudtam, hogy akkor ez most ilyen nagyon ilyen szakmai lesz, és akkor ilyen száraz dolgokról beszélgetünk, vagy esetleg úgy tényleg úgy személyesebben is így jóban leszünk később, de ez nagyon hamar, mert hát remélem, hogy Szilvi is megerősít, de hogy szerintem ez tök hamar feloldódott közöttünk, és tényleg egy jó kapcsolat alakult ki. És ugye külön vicces volt, hogy az első találkozásunkon elég hamar kiderült, hogy azért így valamennyire ismerik egymást az ilyen család részeink, meg Szilvinek az édesanyukájának a munkássága, az az én fele szakdolgozatom. Neki köszönhetem, úgyhogy vannak ilyen kapcsolódási pontok, amiket elég hamar megtaláltunk, úgyhogy ez nekem nagyon kellemes élmény volt. Szuper. És milyen volt Zoltával az első ilyen impulzus? Igazából én is csak, most én ismétlem őt, hogy én is kicsit úgy mentem ebbe bele, hogy nem volt olyan nagyon strukturális elképzelésem, hogy most akkor itt mire számítsunk a közös munka során, de tényleg nagyon hamar kialakult egy ilyen baráti hangvétel, és azt, én is azt éreztem, hogy nagyon hamar egy hullámhozra kerültünk, hogy mind a ketten úgy mire számítunk ettől az egész mentorprogramtól, és igen, hát kiderültek, hogy itt több érdeklődési terület és összefonódás is van, amiben aztán így még jobban tudtunk együtt dolgozni, és igazából így segíteni egymást, és fejlődni. Tehát egy nagyon jó hangulatú, hát főként online találkozók voltak, de azért személyesen is sikerült néha szerencsére találkozni. Igen. És így ennél a kezdeti ilyen egymásra hangolódás után, mondjuk az már egy több mint fél éves munka van mögöttetek, mondjuk
Mi volt az, amit az elején így azt gondoltatok, hogy ez lehet ennek a folyamatnak a vége, vagy ahol ez majd ki fog futni? Az volt-e valamilyen olyan közben, vagy akkor megfogalmazott cél, amire azt mondtuk, hogy na igen, ez legyen meg mindenképp. Hát igazából én például mondjuk szerettem azt, hogy azért nem volt annyira ilyen, nem is az, hogy nem volt struktúrál, csak nem voltak ilyen szigorú kérdések vagy szabályok, amin nem volt egy ilyen játékszabály, amin végig kellett zongorázni. Ez is elősegítette azért azt, hogy egy ilyen tényleg gyakorlatilag ilyen baráti beszélgetések kerekedtek ki ebből a végéből. Nyilván tehát volt tematika, ugye azért eléggé adta magát, hogy így végzek, meg hogyan tovább, és akkor Szilvinek előadtam a számtalan sok elméletemet, hogy én akkor majd hogyan tovább szeretném csinálni a dolgaimat, és ugye azokat véleményeztettem vele, de hogy én szerencsére inkább azt éreztem, hogy nem voltunk kötve egy témához, vagy egy célhoz, hanem tényleg bármi eszembe jutott, akár nem is szakmai, hanem kicsit ilyen magánéleti, ilyen válságok is, azzal is tudtam fordulni Szilvihez, és ez nekem inkább pozitívum volt. Mi szép, de hogy emlékszem, milyen témákat érintettetek mondjuk az ülések, vagy találkozók alkalmával, nem tudom, hogyan lehetne pontosan így fogalmazni. Igazából hát részben az ilyen karrier előre meneteli témákat beszéltük át, de amúgy én is kiemelném azt, hogy én nagyon élveztem, hogy mivel Zoltánnak is az a elmúlt, hát majdnem egy év, amióta így beszélgetünk, az ő életében is számos olyan változási pont, vagy váltás jött, hogy szerintem erre rugalmasan tudtunk mindig reagálni, és ez jó volt, hogy akkor ő is mindig felvetette, hogy éppen most milyen új élethelyzet merült föl neki, milyen új lehetőségek, és akkor általában ehhez alkalmazkodva beszéltük át, hogy akkor most az adott helyzetben milyen új lehetőség, milyen új kérdés jött elő neki, és akkor általában ezeket jártuk körbe, hogy melyiknek milyen jövőbeli kimenetele lehet, ő nekik mi a prioritásai, és akkor ezeket egészítette ki tényleg néhány olyan jobban talán magánéleti jellegű dolog, ahol én rá tudtam mutatni arra, hogy az én magánéleti tapasztalatomban ezek mit jelentettek, hogyha a karrierbe az ember erre vagy arra mozdul. Tehát ez jó volt, hogy nem csak egy pusztán szakmai, hogy akkor milyen diploma, milyen pályázatírás, milyen állásinterjú, hanem hogy ennek talán kicsit jobban a való élethez való viszonya és a realitások, és ez nekem nagyon érdekes volt, hogy kicsit így együtt eljátszani a gondolattal, hogy mi van, hogyha ebbe az irányba megy tovább, vagy abba az irányba mozdul, hogy ezt próbálja meg, és ez egy ilyen, tényleg ilyen érdekes gyakorlat volt. Jut eszetekbe valamelyik ilyen konkrét helyzet esetleg, hogy most így akár meg is hoztanátok, amikor volt akár egy döntéshelyzet, és akkor valóban felmerült annak a kérdése, vagy lehetőség, hogy akkor A vagy B, inkább lett is valamilyen hát, konklúzió. Én örültem volna, ha csak A vagy B, de nekem szerintem a legtöbb az olyan volt, hogy vagy C, vagy D, vagy E. Hát például a legutóbb emlékszem, hogy volt egy olyan, hogy ugye gondolkodtam, hogy milyen posztgrad képzésre menjek, illetve melyik mesterképzést válasszam, és hogy az MCC-n belül melyik, a három posztgradon belül melyiken maradjak, és így ez a három dolog így egyszerre ütötte egymást néhány dolog, és akkor ezeket így elrendezgetni, hogy akkor most jelentkezzek-e valahova, vagy sem, mert jó, de ha megkapom, akkor mi van, ha másik, akkor mi, amiatt azt nem fog sikerülni, és egy ilyen, ezt a nagy káoszt kellett valahogy rendezni. És akkor ott próbáltuk végig zongorázni az összes lehetséges kombinációt, hogyha ez erre esetleg jelentkezek, akkor az a másik kettő, mondjuk az egyetem meg az MCC-nek a szféráját az hogyan befolyásolja, akkor el tudok-e menni mesterre, vagy nem. Úgyhogy ebben nekem például nagyon nagy segítség volt, hogy ezt így át tudtuk beszélni, meg így tényleg hangosan is tudtam gondolkodni emellett, és ez király volt. És egy mentorként mi az, amit egy ilyen folyamatból, egy ilyen kapcsolatból így el tud vinni az ember, akár saját magának is, tehát nem csak amit mondjuk átad, hanem aki személyesen akár egymástól tudtatok tanulni. Nekem ami nagyon érdekes volt, az egyrészt kicsit jobban belátni
a mostani MCC működésbe, mert azért így az elmúlt években úgymond eltávolodtam az MCC-től, nem látok már rá, hogy pontosan hogy működik az egész program, és ez jó volt egy kicsit ebbe belelátni, illetve abba, hogy a mostani egyetemisták milyen lehetőségekkel találkoznak, milyen nehézségekkel, milyen problémákkal, és ez egy kicsit így engem is elgondolkodtatott az én saját karrier utamról, illetve hogy az én saját jövőbeli gondolkodásomat is segítette, hogy tényleg vannak ilyen lehetőségek, és nekem is segített így a saját világomról jobban elgondolkodni, de amúgy meg tényleg ezt nagyon élveztem, hogy belelátni egy kicsit a mostani MCC-sek életébe, és hogy ők milyen kihívásokkal szembesülnek. Lassan így ilyen záró gondolatok felé evezve, milyen volt mentoráknak lenni ebben a helyzetben? Tehát mondjuk mi az, amit mondanál a mostani jelentkezőknek, például leendő mentoráknak, hogy miért vegyenek részt ebben a programban? Hát szerintem nagyon üdítő volt igazából. Én először, mikor azon gondolkodtam, hogy jelentkezzek-e, akkor kicsit féltem attól, hogy esetleg ez egy olyan elfoglaltság lesz, ami ilyen nagyon kötött, vagy esetleg kapok egy olyan mentort, aki azt mondja nekem, hogy jó, akkor minden kedden déltől egyig most leülünk és beszélgetünk, és szakmázunk, és emiatt picit féltem, hogy ez vajon bele fog-e férni az időmben. Nyilván egyetem, MCC, meg még 17 másik elfoglaltság mellett azért ez nehéz valamennyire struktúráltat bele tagolni az embernek az idejébe, de abszolút nem ez történt, és szerintem tök rugalmasan tudtunk beszélni bármikor, mikor lehet, hogy mondjuk egy ideig mind a kettőnknek volt egy elfoglaltabb időszaka, amikor nem értünk rá, de amint lett valamelyikünknek egy picit több ideje, megkerestük egymást, vagy ugye Szilvi, amikor mondjuk például hazajött Magyarországra, akkor mindig jelezte, hogy na most itthon vagyok, nem tudunk összehozni egy kávét, ilyesmi, úgyhogy ez szerintem nagyon jó volt, meg tényleg hát maga a programnak a célja, hogy kaptam nagyon sok segítséget, és most már sokkal jobban átlátom azt, hogy mit és hogyan szeretnék csinálni. Úgyhogy abszolút én nagyon pozitív élménynek érzem, és bárki, aki gondolkodik a jelentkezésen, annak csak tanácsolni tudnám, úgyhogy jó. És Szilvi, záró gondolatként mentornak miért jelentkezem, hogy miért vállalja ezt a küldetést az emberében? Igazából én mindenkit, aki a munkája mellett van szabad kapacitása, arra ösztönöznék, hogy vágjon bele, mert tényleg egy nagyon jó visszajelzés, és valahol kicsit tükör is az, hogy azt látni, hogy a mostani egyetemisták hogyan próbálnak meg elhelyezkedni, és nekem is nagyon sok gondolatot ébresztett az, hogy az együttbeszélgetések során, hogy hogyan lehet így a mai világban előbbre jutni, és milyen lehetőségeket érdemes megpróbálni, és valahol motiválja az embert arra, hogy ő is aktívabban elkezdjen előrelépni, illetve én ténylegesen nagyon élveztem azt, hogy vissza tudok adni egy kicsit abból, amiket én is kaptam másoktól, és azt olyan jó látni, amikor azt érzi az ember, hogy na tényleg talán tudod segíteni egy kicsit tisztábban látni a jövőképét a mentoráltnak, és szerintem ez egy nagyon jó érzés, és szintén ez a közösségépítés élmény abszolút megvolt, hogy most már nem csak az alumnin belül kapcsolódok, hanem a úgymond fiatalabb generáció, nem tartom magam annyira idősnek, de hogy mégiscsak a fiatalabb generációval is lett egy újabb kapcsolódás, és ez jó, hogy ez is majd jobban összeköt minket. Hát ez egyik fontos küldetése az Alumni Mentor programnak, hogy vissza tudja csatornázni akár ezeket az élményeket, meg tapasztalatokat. Én nagyon szépen köszönöm nektek itt a beszélgetést. Remélem, hogy mindkettőtöknek sok szép élménye marad meg, és még lesz is akár így a következőekben a mentor programról, illetve egymásról. Én további sok szépet és sikereket kívánok nektek. Legjobb. Köszönjük szépen. Köszönjük.